A menyhal az egyetlen olyan Magyarországon honos halfaj, mely a tőkehalfélék családjába tartozik. Általában az élénkebb sodrású hideg vizet kedveli, ezért leginkább a nagyobb folyókban fordul elő. Fenéklakó halként tartják számon, mely többnyire a kövek között bújik meg. Ragadozó fajta, kagylókkal és halakkal is táplálkozik. Kifejlett korára 50-60 cm hosszúságúra is megnőhet. Hidegkedvelő, és leginkább télen aktív. A leghidegebb időszakban szaporodik november-december környékén. Az ivadékainak nagy szüksége van arra az első pár hétben, hogy 4 foknál ne emelkedjen följebb a vízhőmérséklet. Hogyha ez megtörténik, akkor az ivadék elpusztul, és ezért a menyhal a klímaváltozás során elég hátrányos helyzetben van. Fogyatkozik az állománya, ezt egyébként a ráhorgászók is úgymond panaszolják, illetve ez az egyetlen halfaj, amelyiknek nincsen fajlagos tilalmi ideje sajnos még, tehát a szaporodási időszakában is horgászhatnak rá. A szakemberek szerint a 60-as években tűnt el a Balatonból a tömeges angolna telepítések miatt, a két fajnak ugyanis hasonló az élettere. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT 2015-ben kezdte meg a menyhal újrahonosító programját. Az első 3 évben összesen 652 nyaras, 2551 nyaras, 7000 előnevelt és 40 000 zsenge ivadékpéldányt telepítettek a Balatonba. Ezt követően 2019-ben újabb 5001 nyaras hal került a tóba. Ez azért egy különösen érdekes projekt számunkra, mert eddig rengeteg olyan hal került bele a Balatonba, ha csak az angolnára, angola mondjuk még talán őshonosnak mondható, de a busára és egyéb más halfajokra gondolunk, amik idegenhonosként lettek ide telepítve. Ez egy olyan halfaj, aminek a visszatelepítését szeretnénk megoldani. Nem egy kifejezett fontos horgászhal, egész egyszerűen a lelkünknek jó, hogy visszakerül egy olyan hal a Balatonba, ami itt évszázadokon keresztül élt és létezett, és hozzátartozik a Balaton képéhez. A szakemberek bíznak abban, hogy mivel az angolna megritkult a tóban, így a menyhalnak van esélye a túléléshez. A társaság tagjai elmondták, több horgász számolt be náluk arról, hogy 20-30 centis példányt fogtak ki, amelyek a telepítés sikerét mutatják. Felkérik azonban a pecásokat, hogy amennyiben menyhalat fognak, azt kíméletesen szabadítsák meg a horoktól, és eresszék szabadon. Ugyanis amíg az állomány meg nem erősödik, a balatoni horgászrend tiltja ennek elvitelét.